Ilyen nyerőgépekkel a következő héten már csak 3 helyen találkozhatunk az országban, az úgynevezett minősített kaszinókban. Kedden tiltotta be a játékgépeket a parlament, a szabályozás alapján pénznyerő automaták sem a kaszinókban, sem a vendéglátóhelyeken nem üzemeltethetőek ezután. Erre senki nem számított. Fehérvárról egy nap alatt tűntek el a nyerőgépek, a játéktermek lehúzták a rollót, tucatjával bocsátották el a dolgozókat. Milyen kébe 12-t, meg durván a Game World is 12-t, tehát van 24 embert, 24 családot igazából, és ugye az embereknek a vonzatait, tehát házastársat, egyebeket, ugye itt mindenkinek be van tervezve a fizetése, senki nem örült neki. A Magyar Szerencsejáték Szövetség szerint 40 ezer munkavállalót érint a törvény, ennyien veszítik el fő pénzkereseti forrásukat. A kaszinó tulajdonosok szerint azonban közvetve 200 ezer embert érint az új jogszabály, hiszen családfenntartóknak szűnt meg egyik percről a másikra a munkájuk. A tiltásból eredő havi 30 milliárd forintos bevétel kiesést az online szerencsejátékból származó adókból pótolná a kormány. Ez azonban a kaszinó tulajdonosok szerint kidolgozatlan ötlet. Abszolút kidolgozatlan még az online szerencsejáték, ez az egyik. A másik, hogy amíg a kaszinóban szigorúan meg volt határozva, 18-en alul nem jöheted be a kaszinót, tehát nem játszani, otthonról az online szerencsejátéknál 18-en alul is bármikor játszhat. A vendéglátóhelyek tulajdonosai szintén bosszúsak, sok helyen a nyerőgépekből származó haszonból fizették eddig a kocsmájuk havi rezsijét. A kormány azért hozta a keddi döntését, hogy a leghátrányosabb helyzetben élők ne dobálják játékgépekbe a pénzüket. Az addiktológusok szerint azonban csak az alkoholizmus ölt majd nagyobb mértéket a gépek betiltásával, hiszen így nagy valószínűséggel alkoholra költik majd az eddig játékra szánt pénzt a szenvedélybetegek.